Azzal szeretném kezdeni, hogy tulajdonképpen ennek már évtizedesen, nem évszázados gyakorlata van itt vidéken, hogy ugye a tűzifát nyáron szerezzük be. Ez a józan paraszti ész gondolkodásából következik. Én személy szerint mindig így július-augusztusában szoktam beszerezni a fát. A fa mennyiség családi erővel, kalákával került összeszedésre az erdészet kitermelése után. Hazaszállítottuk, összedaraboltuk és bepakoltuk ebbe a fás részbe, amely azt jelenti, hogy a kalák összeszedésénél gyakorlatilag ezek a gajak, ezek ilyen fákat tartalmaznak, ettől vastagabbat is adott esetben, meg vékonyabbat is. A mennyisége köbméterenként 7000 forint volt. Sajnos valószínű, hogy ez a következőkben ez emelkedni fog, bár ne emelkedne, annak örülnénk, mert nagyon kemény fizikai munka összeszedni ezt a fa mennyiséget. A téli tüzelőt mi két részet boldjuk meg. Egyrészt gázzal fűtünk, 1729 köbméterig most kedvezményesen éves szinten, ezzel nem lehet kifűteni a 300 köbméteres lakást, ezért a másik részét kalákább összeszedett tűzifával, gajjal oldjuk meg, amely azt jelenti, hogy ilyen karvastagságnyi fákot összedarabolunk saját erőből, saját költséggel, gépekkel, hazaszállítjuk, összefűrészeltetjük és bepakoljuk. Aztán télen elfűtjük. A kettő együttes költség éves szinten olyan 320 ezer forint körül van. Természetesen a munkadíjat nem tudom számolni, ami az én vagy a családom munkadíja. Ez muszáj csinálni, mert itt vidéken ez egy fontos szempont, hogy az erdőt is tisztán tartsuk, meg költségcsökkentően segíts magad, az Isten is megsegít alapon, rendezzük az ilyen kiegészítés, költségkiegészítést. Ez működik. Tudom javasolni ezt a működést másoknak is, kemény fizikai munka, de a mai mozgásszegény életmódú világban ez fontos lenne. Ennek a költsége köbméterenként nem annyi, mint a mostani 25-30 meg 40 ezer forintos köbméter árak. Jó, nem is ölfáról van szó, sokkal kisebb átmérőkről, de azért 7 és 10 ezer forint közötti köbméterrel ki lehet jönni. Természetesen minden más költséget hozzá kell kalkulálni.